Hogyan kér fizetésemelést úgy, hogy meg is kap? Az első és legfontosabb, hogy ne csak úgy odavág, hogy én fizetésemelést szeretnék kérni, hanem tervezz meg, legyen rá egy stratégiát. Az első és legfontosabb, hogy bizonyos, hogy meg róla, hogy értéket adsz a cégnek, és hogy ezért az értéket nekik megéri fizetni. A legjobb, hogyha például megkérdezed a főnöködet, hogy elégedette veled, mi az, amiben fejlődni tudnál, látja, hogy te fejlődtél, csinálj meg egy iskolát, hogyha ezzel értéket tudsz adni a cégnek, és lássák azt, hogy te többet teszel le az asztalra, mint más, vagy amit elvárnak tőled. A következő lépés az, hogy készülj fel erre a beszélgetésre, és legyenek racionális és érzelmi indokaid is amellett, hogy miért fontos, hogy te fizetésemelést kapj. Például jó indok az infláció, jó indok, ha megcsináltál iskolát, jó indok, hogyha több munkát csinálsz, mint amit korábban csináltál. És hogyha ezekkel meg vagy, akkor kérj egy négy szem közti beszélgetést a főnököddel, és komolyan mondd el neki az érveidet, sorakoztast fel, és mondd el neki, hogy fizetésemelést szeretnél kérni. Ha esetleg nemet mond rá, akkor pedig kérdezd meg, hogy mit kellene tenned ahhoz, hogy ez a legközelebbi beszélgetéseteknél igenné váljon. Nagyon sok sikert kívánok, hajrá!